14%-kal csökkent a román lakosság lélekszáma 1990 és 2015 között. A természetes fogyás mellett a gyermekvállalási kedv is folyamatosan csökken, ezt támasztják alá a legfrissebb adatok is. Tavaly novemberben például 3000-rel kevesebb gyerek született Romániában, mint októberben. Maros megyében a tavalyi évben 6300 születési és 7500 halotti bizonyítványt bocsátottak ki. Bár nőtt a születések száma, a haláleseteké még inkább, mondja Kodruca szává. Ha ezeknek az iratoknak a számát a 2014-es évhez hasonlítjuk, egy enyhe növekedést mutatva születések száma, százal több születési bizonyítványt adtunk ki. A halálesetek száma viszont 400-al nőtt. Tehát nyilvánvaló, hogy a halálesetek száma megnőtt a születésekhez képest. A természetes fogyás és a csökkenő gyermekvállalási kedv mellett a jelentős nemzetközi migráció is hozzájárul a lakosság csökkenéséhez. A romániai magyarok lélekszáma 2001 és 2011 között 200 ezerrel lett kevesebb. Az erdélyi magyar fiatalok gyermekvállalási kedvéről kérdeztük a szociológust. A középosztálybeli nők, tehát egyetemet végzett viszonylag stabil anyagi helyzetben levő nőknek a gyerekvállalási kedve megnövekedett, tehát nem véget ért az egykézés, két-három gyerekről beszélünk már, amit vállalnak. Ami érdekes az az, hogy a falusi rétegek, akik, melyek azelőtt biztosították a népesség utánpótlásnak a javát, ezek esetében viszont nem indult be egy ilyen fújfajta családmodell, ott még mindig egykézésről, egyke vagy egyse modellről a szakemberek szerint a pozitív népesség szaporulathoz a kedvezőbb szociális feltételek nagyban hozzájárulnának.